forgatások lebonyolítása. Sziasztok! Üdvinjen a kókai dombok közül, illetve a kókai mezőkről. Egy érdekes motort hozott ma nekünk Fazekas Máté. Ő a helyi fiataloknak a motoros életének az egyik jelentős alakja itt a kókai crosspályánál. Mindig találkozunk, szinte már jó barátok vagyunk, olyan sokat motorozunk itt együtt. És gondoltuk, hogy ha már van neki ez az érdekes kis masinája, akkor csinálunk róla egy ilyen kisebb tesztet, hiszen egy érdekes gépről van szó, egy nagyon nagy múltú terepmotorról beszélünk ugyanis, hiszen ez az Aprilia RX, ez már nagyon régóta fut, és nagyon sok versenyen is lehetett őket látni. Gondolok itt a komoly enduro versenyekre, a Six Days-en és a hasonló nagykaliberű versenyeken, ahol régen nagyon-nagyon népszerűek voltak ezek az alacsonyabb köbcentis kategóriák, akkor az enduro az nem csak 300 köbcentis volt, mint most, hanem igenis nagyon-nagyon futottak a 105-ösök, 80-asok, és egyéb ilyen alacsonyabb kategóriájú, mint alacsonyabb köbcentiű motorok, és ennek az egyik ikonikus darabja volt, ez az Aprilia RX 125, ami igazából nem ez a 125, mert ez már négy ütemű. A 2010-es évek végétől jelent meg ez a négyütemű változat. A 2010-es évek elejéig ez egy kétütemű motor volt, az Aprilia RX 125. Egy nagyon jó motor volt igazából, az egyik legelősebb kapható széria, vagy utcán is használható enduro volt. Igazából már inkább versenyenduro volt. Valahol a DT 125, az MTX 125-nek a vetétársa lehetett volna, de annál egy lényegesen vérmesebb, lényegesen sportosabb jószágról volt szó. Mivel azok inkább dual sportmotorok voltak, ez már majdnem inkább a versenyenduro kategóriába csúszott bele ez az RX 125. Ennek az utódját hozta ki nekünk ide Máté, de ez már nem az a 125, amiről az előbb meséltem, hanem ez egy négyütemű 125-ös. Igen. Érdekes amúgy, hogy nem könnyű a gép. 134 kiló. 134 kiló. Tárassúlya. Ami ha azt veszed, hogy egy lényegesen komolyabb versenyenduró is beleszokott férni a 130-ba, ahhoz képest, hogy ez egy kicsi 125-ös, ez nem kevés súly. De ne felejtsük el, hogy ez igazából egy utcai motor. Igen. Utcai méretezéssel, tehát itt nyilván nem a legfiligránabbra és a legkönnyebb anyagokból felépítve van ez a motor. Valahol itt azért szem előtt kell tartani a vételárat, mert ez nem annyira drága viszont, mint egy versenyenduro. Igen, ez 21-ben körülbelül olyan 1.550.000 és 1.6-ba volt, papírral, mindennel együtt, műszakival, forgalomban a motor. Most körülbelül olyan 100.000 forintot emelhettek az árára idén, de a 22-es modell is kop ugyanez, más rajta a matrica. Mi a matrica? Fekete színű. Ja, fekete. De Aprilia néven fut. Aprilia néven fut ugyanez, más rajta az matrica szett. Azért kérdeztem rá, hogy a név maradt-e ugyanaz, mert Máté mondta, hogy igazából ez nem is Aprilia már. Mármint, hogy Aprilia, de hogy a blokk az benne. Piaggio. És minden más. A futóműve, a fékei, mindene. Tehát itt eljutottunk oda, hogy egy olyan hibrid rendszer van már gyakorlatilag ebben a szegmensben a motorépítés piacán, hogy itt már minden lehet minden. Mint tudjuk, a GasGas már nem igazából GasGas, a Rieyu már nem tudom mióta csinál blokkokat ide-oda, tehát itt nagyon sok ilyen átjárás van a különböző gyártók között, és itt is elérkezett oda, hogy az Aprilia RX a maga évtizedes történelmével igazából már csak névileg Aprilia RX, és egyébként egy másik motorra változó. És akkor nézzük pár olyan dolgot, ami így első blikre szembe jön az emberrel. Az egyik ez a fékkar, ez nekem nagyon tetszik, annyira jól meg van csinálva. Valahol átmenet egy utcai fékkar és egy terep fékkar között, mert azért valamennyire a sarat ki lehet belőle taposni, de nagyon érdekes minden esetre az alakja. A lábtartó, az is ilyen átmenet, fémből van, valamennyi sár el is fér benne, de azért bele is tud szorulni, ez ilyen szó-szó. Ez a kipufogó, gyönyörű a kipufogó, tehát egy nagyon szép kidolgozású, ilyen saváló kipufogó, rengeteg elbetűvel, ott ha bekukucskálsz, ott láthatod, hogy
az E betűk tömkelege van, mindenféle normákat ugye, amiket tud teljesíteni, de egy nagyon szép, amúgy szerintem egy igazán gusztusos cucc. Tehát, hogyha azt mondanád, hogy ez egy tuning cucc rajta, én elhinném, pedig ez a gyári, mondjuk valószínűleg, amikor a kezembe venném, lepődnék meg, hogy ez milyen nehéz. Hátsó felfüggesztés, az egy himbás felfüggesztés, lehet is rugó előfeszítést állítani, itt van két ilyen viszonylag kisebb méretű ellenanya, van egy külön gáztartály, de tudtam, hogy a csillapítást nem lehet rajta semmilyen szinten állítani. Fékek azok hullámos féktárcsák, amik ugye egy időben nagy divatok voltak, és dizájnban, meg esetleg pár funkcióban is még azt mondom, hogy jópofa dolgok, de ami a legkülönlegesebb, hogy látsz mellette egy ABS jeladó egységet, mert ez a motor, ez ugyanis ABS-es. És akkor még egy fontos dolog, karbantartás, fenntarthatóság, olajcsere. Mit ír? Hát a legelső olajcserét én 100 kilométernél csináltam, és még úgyis szörnyen csúnya olaj jött le belőle. A másodikat papíron 1000 kilométernél kell, de azt nem szabad betartani. Utána cseréltem egyet 500-nál és 1000-nél. És most van benne a negyedik olaj, és innentől szigorúan utcai használat mellett 5000 kilométerenként kell benne cserélni, és számolja, hogyha lejár az 5000 kilométer, fölvillan egy olajlámpa. És a fogyasztásról tudsz mit mondani, hogy mennyit? Hát a fogyasztása itt, én terepen, nyílgázon, crosspályán 5 és 6 liter között fogyasztás kilométeren, úton körülbelül olyan 2-3. Uh-huh. Az jó. Az szép. Az jó. Hát ugye a mi motorjaink, mondjuk az én 480-as betám, az úton eszik 6-ot, ez mondjuk most kiderült az erdélyi túránál, terepen meg se lehet. Végtelen. Ugyanakkor szerintem két olajat be lehet vele nyeletni az egész tartályt, és nem biztos, hogy mész vele 60 kilométert a két óra alatt. Az jó. Hát kicsi, injektoros, gazdaságos kis dög, bár a terep azért itt is adja neki az ívet. Igen. És vannak itt ilyen titkos rekeszek is. Megmutatod? Meg. Ez azért nem egy életbiztosítása, hogy ez fönn van, mert volt, hogy már akadt ki. Ez csak egy ilyen fémpöcök. Tehát egy ilyen postaláda zárva. Hát körülbelül. És ezen kívül az ülés két ponton akad be, itt és meg itt. Ott. És itt van egy elég hosszú szakasz, ahol gyakorlatilag ez a viszonylag vékony ülés, ez így szabadon ül ezen a két fém darabon, és itt azért le lehet kapni, ha úgy alakul. Csúszkál is, hogyha. Tehát ezt kicsit csináltak volna stabilabbra, bár tök jó, hogy itt van egyáltalán valami kis hely a dolgoknak. Itt van egy kis tároló tálca, amihez kapunk gyári szerszámkészletet, van gyári szerszámkészlete a motornak, ami már azért nem olyan rossz. Igazából minden van benne, ami kellhet a motorhoz. Nagyjából pont ezek a csavarok vannak csak. Itt van az USB, lehet ide rakni egy USB portot, hogyha valaki ezzel a viszonylag kisköpcentis motorral nagy túrákra indulna, tudjon GPS telefont tölteni. Ez egy töltőpont. Ide van gyári csatlakozó, amit ha ide ennek kitörjük itt a része, ide is van írva, hogy USB port, azt oda becsatlakoztatunk egy ilyen kis adaptert, átalakítót, és itt lesz az USB port. Na de ezt miért nem másolja le más is? Meddig tartana bármelyik motorra kialakítani egy ilyen csatlakozót, hogy legalább a telefonodat fel tudod tenni, tölteni? Igen. Vagy bármi, ez egy szuper dolog kéne. És akkor nézzünk egy indítást. Nézzük először a műszerfalat. Pumpa fölnyomja az üzemanyagot, végigmegy. És egy csomó minden van a kijelzőn, van ilyen check engine lámpa, ABS lámpa, üres jelző, vízhőfok jelző, olajnyomás jelző, ez egy csomó minden, egész kis informatív képernyője van, és egyébként nem túl böszme, irigyelem, mert az én képernyőm az például csak egysoros, és nem sok mindent tud kiírni nekem, hogy éppen mi van a motorral. Nézzünk egy indítást. Nagyon jól indul, bajpuhán jár, hallani, hogy rendben van a gép, nem jönnek rossz hangok a motorból. Nekem az alapjárat egy picit magas, mindig ilyen alapjárattal dolgozik. Ez érdekes, valamiért lehet, hogy a normák miatt. Jó hangja van. Szokásos kis ráülős, csukott szemmel meditálós rész következik, hogy mégis milyen ez a geometri egy első blikre. Direkt nem a Mátét ültettük rá, aki
számtalanul méretes fiatal ember, és alatta úgy néz neki, mint valami kis pitbike, hanem én ülök rá. Teli talpa leér a lábam, ez ilyen... De ez nem rossz. Mondd el kérlek, milyen magas vagy, mert ez mindig felmegy. 182 centi magas vagyok. Ez azt jelenti, hogy ez a X-traineres magasságú egyébként a közepe. Hátul sem rossz, majdnem, hogy teli talpa él a lábam. Tehát azért ez a normál versenyendurókhoz képest ez egy alacsonyabb motor. Tehát nem olyan peckes, mint egy mai TPI KTM, vagy egy korszerű cross motor, hanem itt azért ügyeltek arra, hogy erre átlag méretű emberek is tudják úgy használni, hogy ne kelljen pipiskedniük. Jó, és akkor megkérem Mátét, hogy akkor mondja el összefoglalva, mik voltak eddig a hibák, ez alatt a mennyi kilométer alatt? 1100. 1100 kilométer, nem sok. Üzemórában már azért valószínűleg ez több lenne. Igen. Tehát, hogy már számottevő lenne. Ez satrolja 30 üzemóra is lehet akár, de 25 biztos, kiindulva az én motoromból. Mik voltak a hibák, és mit szeretsz benne, és mit utálsz benne? Tehát három darab. Az első hibája az, hogy az első teleszkóp körülbelül 300 kilométer után, terephasználati 300 kilométer után megadta magát, és az elfosta magát. Amivel ugye vitt a féktárcsát betétet, a tárcsa még pucolható, de a betét nem. Akkor ugye a légszűrő, hogy papír, az idomai azok elég merevek, tehát az, ha dől a motor, az valószínű, hogy törik. Amúgy szereted? Szeretem a motort. Na, nagyon jó kisfogyasztású és nagyon jó csöndes motor. Főleg itt az erdőbe úgy el lehet menni alacsony fordulatú vadak mellett, hogy nem futnak el. Tehát gyakorlatilag ez nem ordítja tele a környéket. Ritka, hogy valaki ezt hozza ki pozitívunként, de ez egy jó dolog. Így van, ez egy jó gondolat. Mi is szeretjük most már a halkmotorokat. Sziasztok, Tamás vagyok, az Emixgás csatornát nézitek. A Jeli Ati megkért minket, hogy aprilig 125 tesztje van, és hát ajánljunk cuccokat. Hát Extreme Enduro-ra nem nagyon tudtok nálunk vásárolni. Mi ugye Extreme Enduro bolt vagyunk, védőelemek. Erre a motorra nincsenek, mert nem erre használatos. Viszont tudunk nektek hozni rendelésre mindenféle kupa, alkatrész hozzá, vagy felújító szetteket, dugó, henger, bármi, amit esetleg javítani kell a motoron, azt meg tudjuk nektek szerezni az alkatrészeket. Viszont, hogyha amúgy kimentek motorozni, ha nem is a motorra szeretek védőelemet, mindenképpen öltözzenek fel rendesen. Vegyetek valami jó csizmát, hát nem mondom, hogy a KTM-est vegyetek, mert ez nem arról szól, de mondjuk valami szép csizmát vegyetek magatoknak. Amúgy gázgázt vegyetek. És van sisakunk, hogyha kimentek esetleg crosszozni, akkor cross sisak, arra vegyetek egy jó szemüveget. Ha inkább az utca fele tekingetnétek, akkor ilyesmit ajánlunk, meg beépített szemüvege van. Hát ez alá, ha nagyon kell leszedet, bemegy a cross szemüveg, de nem, mi nem erőltetném. Vagy teljes testvédelemmel foglalkozunk, tudtok venni mellvértet, gerincvédő, könyökvédő, válvédő, nyakvédő, térdvédő, tehát mindenféle védőt vegyetek fel, hogy ne tűjtek össze magatokat. Amúgy élvezzétek a motorozást, mert ez egy tök jó motor, egy igazi élmény vele menni, de extrémre ne használjátok. Úgyhogy sziasztok! Jó, tudjuk, nem egy extrém enduróról van szó. De, mint mindennel, ezzel is a maga ritmusába, a maga a képességének megfelelően végig lehet menni akár egy nehezebb terepen is. Nyilván itt nem a tempó lesz a fő motívum, hanem inkább az egyensúly, az ügyesség. Máté szépen végig fogja vezetni a gépet rajta. Jobb, mintha én ülnék rá. Nekem ez biztos, hogy nagyon szokatlan lenne. Nagyon sokat kéne vele gyakorolnom. Biztos, hogy sokat hibáznék vele. Úgyhogy nagyon szívesen átengedem ezt a feladatot Máténak. Figyelj, ennek nem volt rossz hangja. Én azt hittem, hogy itt ilyen csattanó jel, nem esik jól neki. Hát ez egy csúnya talpra érkezés igazából, nincs leérkező, és tök szépen kimozogta. Hogy ne fog cserélni a srácokra, mert hogy sokkal ügyesebbek, mint én. Meg jobb fejek is, meg fiatalabbak, de igazából én büszke vagyok rájuk, mert igazából ezeket az alapokat nálunk tanulták, tehát mi mutattuk meg ezeket, hogy hogyan kell csinálni. Igaz, hogy csak egyetlen egy tréningen voltak, de ezek szerint jól sikerült az alapokat, meg tegyük hozzá, nagyon szorgalmasan gyakorolnak, közelbe laknak, és meghozza az egy gyümölcsét, ha valaki szorgalmas is csinálja dolgokat. Yeah.
Nem ezt fogjuk bemondani, hogy egyszer voltak, meg mondjuk, hogy hozzánk járnak. Tízszer, bazd. Hozzánk járnak. Két éve csak hozzánk járnak. Egy mondjuk, ezt le kell egyébként zsíroznunk, akkor a reklámat. Gyere még! Rápattanok én is egy kicsit a gépre, nem akarok extrémezni, de mégis egy kis benyomást akarok szerezni a gépről, hogy milyen, hogy tudjak róla is mesélni nektek. Tanulságos kis kör volt, rettentően másképp működik, mint a zöld általam megszokott bármelyik motor. Tehát ilyen mozgás térkép az nincs belém építve, hogy alul nagyon gyenge, szinte mondhatnám, hogy vérszegény, a fordulatot is lassan veszi föl, ha már fölvette és valahova kiforgattad, oda jó magasra, ott megjön egy ilyen használható erő, de valahogy nekem ez nincs benne a kezemben, és azon kívül nagyon lent fog a fékpedál, ami nekem szokatlan, és nem merek ettől holdpontra menni vele. Szerintem meg lehetne tanulni ezt, mint ahogy az ábra is mutatja, és a Máté tudja is vele az extrémet, de át kell szellemülni rá. Nekem ami pozitív csalódás, mert az a futómű. Ez jobb, mint gondoltam. Igen. Szóval azért ezek a talpasokat ugrálni, még ha nem is túl magasról, de igazából sokszor már inkább egy emelkedőbe beleugratva, olyan szépen kisimítja, nekem felkoppanás érzésem nem volt. Nem szabad. Ami ebbe a kategóriában, lássuk be, hogy ez nem mindennapi dolog. Azért ezek nem feltétlen verseny kategóriás teleszkópok, dual sport teleszkópok, de én azt hiszem, hogy ez kellően jól be van hangolva arra, endurósan puha, és mégsem koppan föl. Egy nyomadéti teleszkópnál jobb, nem? Futom minden. Szerintem jobb. Tudom, mit akarsz hallani, hogy jobban csinálja, mint én. Igen, jobban csinálja. Hát tényleg. Fiatalok, ügyesek, és ráérnek gyakorolni. Hú, ezek ideges vagyok. A legfontosabb részéhez érkeztünk a naphoz, mert mi lehet fontosabb annál, hogy két teljesen összenemillő géptípus, teljesen összenemillő méretű pilótákkal, szabályozatlan körülmények között melyik gyorsul jobban. Ez nagyon fontos. Lássuk is, hogy ki fog nyerni. Én nézem. A kis DRZ ezen a távon legyorsulta az RX-et. Nagyon fontos teszt volt. Örülök, hogy megcsináltuk. Itt a hátránya. Könnyítés. Ennyi. Ülés szakadtáig gyorsultál. Igen. Mondtuk, hogy nincs jól oda rögzítve az ülés. Foglaljuk össze, mi is ez a járgány, amit előttünk van. Szerintem dizájnra én simán adnék neki 5 pontot. Tehát ez egy teljesen jó dizájnú, jó arányú, szép motor a maga nemében. Nincsenek rajta béna részletek, a kiállása is olyan kis peckes, olyan igazi, úgy van kedve az embernek ráülni és megnézni, hogy na, mit tud ez a kis RX. Tehát azt mondom, hogy ez rendben van. Tehát igazából maga ez a motor, ez a legtöbb esetben szupermotóként fut, de működik, mint enduro is. De ha az enduro szegmensen belül maradjunk abban, hogy ez maximum egy dual sport motornak mondható, talán ha százalékra kéne mondani, akkor egy 60 utca és 40 terepre satszolnám még be, ha lehet egyáltalán ilyen hülyeséget mondani, hogy százalékra bontunk egy motort utca és terep használatra. De én valahogy így érzem. Tehát
működhet ez a dolog, hogy mondjuk ezzel jársz minden nap dolgozni, és hazafelé nem biztos, hogy a betonúton akarsz jönni, hanem lekanyarodsz, és földutazol, egy kicsit kapartatsz, egy kicsit élvezed a földutakatta élményeket, és esetleg hétvégén egy cross sisakba pedig lejössz ide a crosspálya környékére, és akkor itt így elkavarogsz vele, elterepezgetsz vele. Erre igazából jó. Nincs túl hajtva ezekkel a folytásokkal, a megfelelő karbantartás mellett szerintem rengeteg kilométert bele lehet nyomni. Árban viszonylag olcsó, tehát azért... Hát, majdnem a legolcsóbb, már márkás 125-ös motor. Tehát ami nem kínai néven fut, hanem legalább egy olasz valami, aminek... Hány százalék a kínai, az megint egy jó kérdés. De minden esetre egy normál, felnőtt méretű motorról van szó. Én a legnagyobb hátulütőjét így ebben a formájában a motorjának a teljesítményének gondolom, hogy igazából ez unalmas tőle. Ha ez a motor ez meg lenne bolondítva, és egy kicsit ennél fickósabb lenne, kicsit vidámabban szedni a lábát, ami egyébként nem kizárt, hogy a folytások eltávolítása után lehetne ezt így fokozni, de hát ezt most így kaptuk, ezt így próbáltuk ki, így egy kicsit unalmas. Tehát aki szeretne egy unalmas dual sportmotort, amit vezethető A1-es motorral, akkor elég hamar ehhez a típushoz juthat el, ha négy ütemű piacon keresgél, már pedig ott fog keresgélni, mert ezeket az új euronormákat a két üteműek már nem tudják. Máté, köszönöm a motort! Köszönöm a tesztet, és sok jó kilométert vele. Reméljük. És ami a legfontosabb, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek, hogy a srácok is hozzánk járnak tréningre, úgyhogy gyertek ti is gyakorolni. Várunk szeretettel. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.